Az ajándékozás fontosságát senki sem kérdőjelezi meg. Kérdés azonban, hogy hogyan adományozzunk észszerűen úgy, hogy az átadott segítség valódi támasz legyen, és ne valamiféle cinkosság. Az ünnepet megelőző napokban adományozásra hívtuk Önöket. Kérni sokan kérnek, azonban kevesen térnek vissza úgy, hogy becsülettel el is számoljanak, és köszönetet is mondjanak a kapott segítségért. Szeretettel köszöntjük Önöket a Hit Életben, melynek ünnepi külön kiadásában a Legyen hagyomány az adomány elnevezésű karitatív akciónkról szeretnénk röviden beszámolni, megajándékozó Önöket ennek tanúságaival. Kellemes televíziózást kívánunk! Az Erdély Magyar Televízió, a maszol.ro hírportál, az Erdély FM az elmúlt hetekben a rászorulók és elesettek segítségére sietett, tartós élelmiszert gyűjtő kampányt hirdetett a Romániai Magyar Máltai Szeretett Szolgálattal és a Petri Üzletlánccal összefogva. Az összegyűlt élelmiszer útját követve tanúságos történetek és gondolatok bontakoztak ki. Gyakorlatilag 25 éve tevékenykedünk és igyekszünk segíteni a rászorulókon. 25 éve kérjük arra a közösséget, hogy lehetősége szerint adományozzon. Úgy gondolom, ez egy elegendő idő, hogy a hagyományról tudjunk beszélni, és ezt szeretnénk megerősíteni, mert mi ezt már hagyományként tekintünk erre a tevékenységre, de szeretnénk megerősíteni a közösség tagjaiban is azt, hogy időközönként figyeljenek oda az elesettekre, figyeljenek oda a nehéz sorsúakra. A mai világban nagyon fontos az, hogy a közösségbenek is ezt elmondjuk, hogy lehet segíteni. Mit látunk ma? Mindenki felfele törekszik. Olyan kevés az az ember, aki lehajol, aki megsimogat, aki mosolyog, vagy aki ad. Mindenki fölfele. Kihúzzuk magunkat, mert erre tanítanak. Mindenki gazdaságilag is fölfele akar menni. Vannak azok a pillanatok, amikor nem felfele kell menni, vagy nem ki kell húzni magunkat, hanem le kell ereszkedni. Le kell hajolni a szegényekhez, és adni kell. Talán ezek az időszakok azok, amelyek az ünnepi időszakok azok, amikor érzékenyebbek az embertársaink. Mint máltai tag mindig társítom ezt a szolgálatot a máltai tevékenységeimmel. Tehát nem lehet másképp elképzelni egy máltai, csak úgyha az embertársain segít. Ha egy kicsit mindig körülnéz, ha észreveszi a szomszédainál, hogy baj van, ha az utcán észreveszi azt a szemét, aki ugyancsak bajban keveredik, nem tud megoldani valamilyen feladatot. És persze kereshet is azokat az embereket, akik rászorulnak a segítségre. És akkor jön a második fele a dolognak, ezeknek az embereknek meg kell teremteni azt a lehetőséget, hogy kapjanak. Tehát szóba kell állni velük. Ez a csomagátadás is egy nehéz feladat. Sokszor a fiataljaimnak is elmesélem, hogy a csomagot nem lehet átadni, hogy csengetek, benyújtom a kezemben a csomagot, és elhoztam egy csomagot, és la revedere. Elbeszélget az ember azzal, akinek átadja. És szinte az a csomagátadás az utolsó aktus, amit az ember csinál ahhoz, hogy megértse az a személy, hogy nem. De volt olyan is, hogy elmentem kórházba, vagy idősök házában, és bizony nem azt a narancsot fogta meg a néni, hanem a kezemet. És jön máskor is. Nem baj, ha van narancs, nincs narancs, de jönnek gyakrabban. Tehát ez egy olyan dolog, ami az embert megfogja, de annyira megfogja, hogy aztán nem tudja ezt a még csak a gondolatnak az ellenkezőjét sem, hogy nem, ő nem máltai, ő nem tudja végezni ezt a feladatot. Tulajdonképpen csak azok is lesznek máltaiak, akik ezt a feladatot úgy tudják megoldani, hogy ne képzeljük úgy el, mint egy nehézséget. És akkor ez minden olyan természetszerűen ment. A szüleimtől örököltem ezt, ők nagyon-nagyon sok emberen segítettek, és akkor a gyermekkorodban nem csak ilyesmit látsz, akkor felnőtt korodban ez már könnyebb. Most, amíg az anyagi lehetőséged is van, vagy mint máltai, megteremted ezt az anyagi hátteret ahhoz, hogy ajándékozhass, akkor ez könnyen megy, és tetszettek látni. Csak elindítottuk a lavinát,
egy icipici hirdetéssel, és milyen eredményes volt. Mindenki, nem mindenki, de nagy része pozitívan állt ez a dologhoz, és úgy éreztem, hogy azt, amit néha-néha elmondanak egy elkeseredett ember, hogy ez a világ annyira rossz irányban, nekem nincs éppen az a véleményem. Ez attól függ, hogy az ember hogy teremti meg maga körül ezt a lehetőséget, ezt a feltételt, hogy adakozhasson. És ez karácsony alkalmával, ez egy... De nekem szinte egy olyan megszokott dolog, hogy január 1-től december 31-ig úgy veszem, hogy ez nem csak kötelességem, hanem a jó Istennel szemben is valamikor meg kell számoljak erről, és ez így jó. Nem tudok járni, ritkán járok ki, most is a villant hosszabbítsa a blokkfelelős, mert minden 6 hónapban kell hosszabbítani. De ma nem tudok menni, ma protisok rosszak, 2016-ban elvesztődött a pénzem, és úgy még 2019. decemberben van jogom e más protis, ha nem vesztődik el esmény a pénz. Főzök, tévét nézek, zenét hallgat, ahol fogtam. Nehéz, de megszoktam. Milyen zenét szokott hallgatni? Hát? Tévében mit szokott nézni leginkább? Inkább híradókot, Discovery-t, és van egy laptopom, amelyet hozott a barátom kölcsön, abban csak zenét. Magyarországról csak zenéket hallgatok. Mivel én ezt nap mint nap csinálom, ha mondhatom azt, hogy 8 éve ebben a szervezetben tevékenykedem, ezt mondhatom napi rutinnak is. Igazából minden nap azon dolgozom, és arra törekszem, hogy az elesetteknek, a rászorulóknak és a szegényeknek segítsek. Természetesen nagyon jó, felemelő érzés, mivel minden embernek az arcán látszik az, hogy örül ennek, és hogy szüksége van rá, és nélkülünk nem adatna meg neki ez a lehetőség, hogy étel legyen az asztalán. Főleg ezt a karácsony előtti hetet, teljes mértékben arra van áldozó, hogy ezeket szervezzük, erre figyeljünk, hogy nekik gyűjtsünk, hogy nekik juttassuk el a karácsony előtt, vagy esetleg utána, attól függ, hogy mennyi időnk lesz. Több lesz az ünnep, az biztos. De én már nagyon régóta máltai tag vagyok, az alakulástól máltaig vagyok. Tehát 1991-ben alakult meg Marosvásárhelyen a máltai szeretett szolgálat. Én azon az alakuló gyűlösen ott voltam már. Tehát én régi máltai vagyok. Tudom, hogy mit jelent az, hogy emberekhez menni, látni, hogy élnek, hogy szükségben vannak, és sokszor az ember rögtön segítene, de nincs mindig lehetőség arra, hogy segítsen. Ez a szeretetnek és a hitnek a védelme, ami a máltai szeretett szolgálatnak a fő célkitűzése. Ez a segítség, ez egy nagy öröm, hogy lássa az ember, hogy oda megy, és hogy az emberek örülnek annak, amit kapnak. Most már indiferens, hogy mit kap, de valamit kap szerintünk, és hogy örül annak. A mosoly, a szeretet az arcán látszik. Hogy otthon nekünk elmarad valami, az már egy más dolog. Egy családnál voltunk, ahol 9 tagú a család, abból 7 gyermek, a legkisebb 9 hónapos, a legnagyobb 10 éves, már iskolába járnak. Az apuka vak, tehát egész életében nem tudott dolgozni, és az anyuka a gyerekekkel van elfoglalva. Tehát ez a család engem nagyon megfogott, és azóta állandóan mondom, hogy ilyen emberek is vannak, és laknak
egy szociális lakásba, egy 12 négyzetméteres vagy 13 négyzetméteres lakásba ennyien. De az ősszel is említek, milyen nagy gond volt nekik, hogy a gyerekeket iskolába indítsák, tehát járatják az iskolába, és hogy beszerezzenek nekik mindent, ami szükséges az iskola kezdésre. Ezeknek gondoltam, hogy most többet juttatunk, mint azoknak, akik egyedül élnek, mert vannak olyanok, akik egyedül élnek, azok kevesebbet, ezek most többet találnak. Reméljük, hogy sikerül, a Jóisten megsegít. Mi tudjuk, mit jelent, mikor nincs is, tudjuk, mikor van is, és akkor, mikor nincs is, mi köszönjük az Úrnak, és akkor, mikor van is, köszönjük az Úrnak. Ez a hit van bennük, hogy hiszünk, hogy Istenem, ha nincs is, tudjuk, hogy később, vagy hónap, vagy másnap megkapjuk az Úrtól. Ez a hit van bennük, és kívánunk, hogy minden családnak, és minden gyerekeknek a világból adjon a drága Isten. Úgyhogy adnak nekünk, adjanak másnak is. Várjuk és örvendünk nagyon sokat karácsonynak, de ők várják a legtöbbet, hogy kapjanak egy nagyobb lakást. Éjjel nem tudnak aludni, nem tudnak pihenni, másnap mennek az iskolába, és mind elve vannak minden nap, hogy mikor kapjuk azt a házat, és imádkoznak, hogy kapjunk egy házat. 10 éve ígérkeznek, hogy adnak egy házat, de mi hiszünk a drága Istenbe, hogy kapjuk, eljön az a nap is, hogy fogunk kapni. De például most, hogy jön a karácsony, mi örvendünk, és örvennek a gyerekek is, és ami van, ők meg tudják érteni, hogy mi van és mi nincs, és így szegényesen, hogy vagyunk, menjünk előre az Úrra. Akármi van ünnep, hogy értsék meg, hogy ez van, s evekkel menjünk előre, és ők megértik. Nyugdíjas vagyok, és önkéntesen jelentkeztem a máltaiakhoz, hogy egy kicsit kisegítsem, hogy a szegényeken, a rászorultakra, öregekre, gyermekekre, mindenhova kihordjuk a dolgokat. Van, aki egyáltalán meg se hallgat, van, aki mondja, hogy én már máshova adományozott, hát ugye nem mindenkitől lehet venni, hogy fogadni, hogy 2-3 helyen adományozzon. Úgyhogy nekem ez, hogy adni és kapni, az mindig jó. És az adás az talán jobb, több, mint a kapás. Egy kicsit az ünnepem szomorú, mert nemrég vesztettem el a férjemet, úgyhogy csendbe, de ez egy feltöltés nekem, hogy segítek. Ez most tiszta új nekem, mert most vagyok legelőször, és jó, minden emberekkel kommunikálok, és rá elmondom, hogy honnan, mire gyűjtünk, mit csinálunk, s így akkor ki hogy tud adományozni, kinek hogy engedi meg a zsebe, és mennyire van felkészülve az ünnepre, hogy segítsen a rászorultakra. A kicsiből is úgy érzem, hogy abból is lehet adni, és abból örömet szerzünk más embereknek, öregeknek, hogy lesz-e kicsi nekik is karácsonyra. Várnak valami jó után, minden ember szeresít, hol a boldogság. Sok mindent elérhetsz, mégis üres maradhat a szív, ha nincs benne igazi érzés, mert mindened átsegít. Az élet néha borogult, nem is mindig értem én, de kell, hogy a szívben ott legyen az itt szeretett remény. E három dolog közül legnagyobb a szeretet. Nem mindent elmondok, csak el sok védket nem fedez. A szeretet nem fogy el sosem. Az összegyűlt tartós élelemből bőven kijutott Pál atya sárpataki gyermekeinek is, akik összeszámlálhatatlan mosollyal és kedves énekekkel fogadtak bennünket. Természetesen nem várattattuk meg túlságosan őket, hamar nekiláttunk a csomagok szétosztásának. Minden elhisz és nem ér, a szeretet mindennél többet ér. Picit figyeljetek rám, jó? Jó, picit figyeljetek.
a kislány már tudja a nevemet, engem Csenginek hívnak, és a Máltai Szeretetszolgálattal jöttünk, és hoztunk nektek ajándékot. Hozott az angyalka nektek ajándékot, és reméljük, hogy tetszeni fog mindnyájatoknak, amik vannak benne. Ezeket nagyjából az egyik iskolából, jobban mondva két iskolából készítették az iskolások, a gyerekek, az elemisek, és nagy-nagy szeretettel készítették. Köszönöm karácsony! Karácsonykor azt szerettem a legjobban, mikor elmentünk korcsolyázni. Azt szeretem a karácsonyban, hogy a karácsonyfákat együtt fel tudjuk díszíteni. Idén több ajándékokat kaptam, és meg vagyok elégedve vele. Karácsonyban készítünk karácsonyi díszeket, tanulunk énekeket, készülünk karácsonyra. A gyerekek öröme és mosolya mindent kárpótolt, azonban térjünk vissza egy kicsit az önkéntesekre, akiknek egyáltalán nem volt könnyű feladata a csomagok összegyűjtésében, hiszen voltak olyanok is, akik elzárkóztak a kezdeményezés elől, vagy valamiért nem tudtak bekapcsolódni. Megszólítom az embereket, és 90%-a nagyon adakozó és segítőkész, ennek örvendek. Aztán van egy szegényebb réteg, amelyik azt mondja, hogy tudok adni két lejt. Hát a két lejt ne adja, tartsa meg magának, mert az azt jelenti, hogy nagyon szegény ember, és inkább azoktól várjuk el, akik tudnak adni, és olyanoknak adni, aki nem tud adni. Ez megerősíti bennem, hogy az ünnepek alkalmában segíteni kell a rászorultakon, és lelkileg felemel, hogy ezt meg tudom tenni. És gyűjtünk nem csak a szegényeknek, hanem az árváknak és a családoknak, a nagy családoknak. Tudorban is van egy ilyen blokkunk, ahol szegényebb emberek laknak, vagy idős emberek, akiknek kevés kis nyugdíjuk van. Tehát ilyeneken szeretnénk segíteni, hogy érezzék ők is, hogy ünnep van. Lelkileg felemel, és gazdagabb lesz, mert érzem, hogy hozzájárultam a mások öröméhez és boldogságonán az ünnepek alkalmával. Én mindig adni szeretek, és nem kapni, mert engemet nagyobb örömmel tölt el, hogyha tudok adni. És pontosan erről szól a karácsony ünnepe, tehát a szeretet ünnepe, és a szeretet abban nyilvánul meg, hogy próbálunk segíteni olyan embereknek, akinek szüksége van rá. Az adománygyűjtő akció kezdeményezője a maszol.ro, az RDFM és az RD Magyar Televízió. Miért volt fontos a hírt továbbítani több ezer háztartásban? Erről kérdezzük a médiaintézmények vezetőit. Az RD Magyar Televízió mindig fontosnak tartotta, hogy nézői számára felhívja a figyelmet azokra az emberekre, akik odafigyelésre, gondoskodásra szorulnak, akiken segíteni kell. Ezt fontosnak tartjuk, és ami nagyon fontosnak tartunk, hogy ez ne csak karácsonykor történjen, meg a karácsony egy jó alkalom, hogy segítsünk egymásra, odafigyeljünk egymásra, de ez ne csak karácsonykor történjen meg, hanem az év minden napján ez az odafigyelés, ez a gondoskodás, ez a segítség nyújtás, az hagyománnyá váljon. Érzékenyíteni hogyan lehet képen túl? Baráti szálakon keresztül, szülőként, testvérként, családon belül, és azon kívül hogyan látod? Ebben kulcs szerepe van a közösségnek, akármilyen közösség legyen az, hogy egymással, azért, hogy egymással erről beszélni tudjunk,
ezt benne legyen a mindennapjainkban. Megosszuk az információkat, az ilyen helyzeteket, bátorítsuk egymást arra, hogy kit, milyen formában lehet segíteni, és azt hiszem, hogy ez azt jelenti, hogy ha ez már megtörtént, hogy valami ügy mellett összefogás van. És hogyha van egy ilyen összefogás, tegyük láthatóvá. Hogyan válhat az adomány hagyománnyá? Szerintem az adomány már önmagában a hagyományaink között is van, hiszen én nem ismerek olyan embert, olyan családot, akár gyereket sem, akinek nem fordult volna meg a fejébe igazából ünnepkörök kapcsán az, hogy adni is kell, nem csak kapni. A karácsony és a december az határozottan az az ünnepkör, amikor erre fokozottan odafigyelünk, és a gyerekeinkkel is szerintem másképp beszélünk arról, hogy melyek a hagyományaink, és ezáltal igazából akarva akaratlanul már az is szóba kerül, hogy adunk valamit, és nem csak annak van öröme, hogyha kapunk, és abban van örömünk, hanem abban is, hogy adunk. És hát szerintem, vagy legalábbis az én életemben az, hogy adjunk is, és a hagyományaink közé tartozzon az, hogy adunk, az adományozás, az mindig is beletartozott. Már csak azért is, mert a rádión keresztül is ezt témává lehetett tenni, és nem csak a családban lehet erről beszélni, hanem egy tágabb családban, egy tágabb értelemben is témává lehet ezt tenni. Azért lehet ezt szerintem jól témává tenni, amúgy, amikor ez az adománygyűjtő akció elindult, azon gondolkodtunk, hogy mi lehet ennek az a kis mondata, jeligéje, amivel másként lehet az erdélyi magyar embereket megszólítani. Mert ugye rengeteg adománygyűjtő akció van ilyenkor karácsony körül, és hát valamiért ezt sikerült kitalálni így, hogy legyen hagyomány az adomány, hiszen annyi hagyományunk van, annyi szép ízes hagyományunk van így a karácsonyi ünnepkörben, és hát igen, bármennyire is nem mondtuk azt ki, az adományozás is szerintem már benne van a hagyomány világunkban. Akár a régi népi hagyományokat nézzük, akár az új mindennapjainkat, ez benne van. Úgyhogy úgy érzem, hogy sikerült ezt jól összefoglalni ebbe a két szóba, ami bennünk van, és ami a jelen meg a múlt is egyben. Hát akkor váljon hagyománnyá az adomány. Váljon. Azért jó adni, mert ilyenkor elsősorban karácsony környékén mindenkinek a fejében megfordul a gondolat, hogy vannak olyan sorstársaink, akik kevésbé szerencsések, és a karácsony szelleméhez hozzátartozik az is, hogy segítsünk mindazoknak, akiknek sokkal kevesebb adatot meg, mint nekünk, és ha nekünk is kevesebb adatot meg, abból is jó adni, mert ezzel saját magunk ünnepét tesszük szebbé. Egy picit megpróbáljuk azokat a társadalmi egyenlőtlenségeket kiegyenlíteni a magunk is eszközeivel, amelyekre más lehetőségünk nincsen. A maszol.ro, az RDTV és az RDFM ezzel a közös akcióval arra buzdítja az olvasókat, a nézőket és a hallgatókat, hogy a saját maguk kicsiéből gondoljanak másokra is ebben az ünnepi periódusban. Reméljük, hogy ennek majd lesz folytatása. Karácsonykor a legnagyobb ajándékot kaptuk, amely soha el nem fogy. A cukorból, a rizsből és az olajból hamar kifogyhatunk. Ne feledkezzenek meg a rászorulókról ezekben az ünnepi napokban sem, amelyben egyeseknek bőséggel kijut, míg másoknak ez az időszak is igencsak ínséges. Áldott, békés karácsonyt kívánunk mindenkinek!